az ott mögötte, az a fehér, az a mandula. Egy frissen kilőtt vaddisznó manduláját vágta ki a vadász, hogy a szövetmintából megvizsgálják, az állat elkapta-e az afrikai serpéspestist. Így mutatták ki április végén egy döglött vaddisznóból a vírust a Heves-megyei Mátra aljánál. A Nébih azonnal megtiltotta, hogy a fertőzött területről élő állatot vagy vaddisznóhúst vigyenek ki. Az emberre veszélytelen betegség azóta Nógrád, Heves, Szabolcs, Szatmárbereg és Borsódabaúj-Zemplén megyékben jelent meg. Utóbbi területen múlt héten újabb beteg vaddisznót regisztráltak. Ami rendkívüli ebben a betegségben, hogy az elhullás 95%-os, tehát 100 vaddisznóból 95 az, ami elpusztul ebben a betegségben, és nincs ellene se vakcina, sem egyéb gyógymód. Hál' Istennek Tolna megye még nem fertőzött terület, viszont nagyon fontos az óvatosság. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezért arra kéri az állattartókat, hogy tartsák be az ilyenkor szokásos, szigorú szabályokat. Nagyon-nagyon fontos a jó vadászati higiénia betartása, főleg azokon a helyeken, ahol, hogyha valaki vendégvadászként fertőzött területre megy vadászni, akkor nagyon fontos a vérrel való szennyeződésnek a megakadályozása, tehát hogy a gépkocsin, gumiabroncsokon, gumicsizmán ne kerüljön vér, vagy pedig, hogyha már megtörtént, akkor a fertőtlenítés rendkívül fontos ilyen szempontból. A sertéspestis miatt több ország húsbeviteli embargóval szankcionálja a hazai tenyésztőket. Ez már most is milliárdos károkat okoz nekik. Egyelőre csak a fertőzött területekről nem vesz át például Oroszország húst. Ezért lenne fontos, hogy a sertéspestis ne terjedjen tovább az országban.